Üdvözlök mindenkit, Bi vagyok, és ez itt a Mondtam Lét Banánmódra következő része. Itt látjátok, ismét egy újabb ostrom környékén vagyok. És ezt az ostromot már 5-6-szor lejátszottam, és nem lehet megnyerni, egyszerűen lehetetlen. De most megpróbálom. Csak elég sok ember menjen el, és nem ment el elég sok. Tehát 135-en leszünk, olyan 469 ember ellen. De ez így alapból nem lenne elég durva. De viszont mindjárt meg fogjátok látni, hogy mi az, ami eléggé nehézé teszi. Szóval, először is fasz az új sapkám. Másodszor is, nincs ostromtorony, hanem ott egy létre alapból a falnak támasztva. Mert egy hülyeség, hogy nem ők hozták, hanem szépen kiraktuk nekik, de ez mindig nem a durvább része. Mint láthatjátok, vettem egy pajzsot, amire szükség is lesz, ugyanis egy kismillió ijász szórja ránk az áldást, és egyszerűen lehetetlen őket lenyomni, még akkor is, ha egyesével szedem őket a létráról, ugyanis fél centiről képen ülnek, az ellen meg nem igazán tudok védekezni. Na már most, ez itt mi a halál? Valami kapu nyitó bizbasz, mindegy. De most nem ezzel próbálkozok, hanem az az ötletem, hogy valahol kiugrok, mint legutóbb, és ott már megy a csata. Tehát valahol kiugrok, és hátulról megpróbálom elkapni őket. Tehát először őket kéne elkapni, mert a grófok jönnek föl, és szépen kinyírják az egységeket, te meg itt moonwalkolsz a levegőbe. Na, mindjárt jövök. Hajjaj! Már elvesztettük ezt a fal szakaszt? Nem lesz ez így jó. Hopp, szintet léptem. Erő, ütőerő, úgy. Hát ezt gyorsan kiosztottam. Azaz, jó, elkaptam őket. Most kéne keresni egy helyet, ahonnan biztonságban körülbelül oda eljuthatok. S talán ez lesz itt a legjobb, ahol az előbb lenéztem. Nem vagyok túl biztos benne, hogy alapból jó ötlete, de hát próbált megér. 5 pont életerőt vesztettem, az nem olyan vészes. Ó, itt a várkapu. Az is észrevett. Azt elkaptam. Egyébként el is kéne felejtenem ezeket a sima nyilakat. És van íjakat, számszerű erősebb. Nem jó, nem tudom eltalálni. Úgyni. Na most, ha sikerül elkapnom őket, akkor én egy isten leszek. De nem hiszem, hogy sikerülni fog. Főleg, hogy új jelenség érkezett. Ezt nem terveztem bele. Ah, mindjárt eszméletemet vesztem. Oh yeah! Hajjajjajjaj! Ez durva. Na te elmész innen, te is. Szóval menjél gyorsabban fel azon a rohadt létrán. Úristen, gyorsan ugorj be! Menjél már be, te rossz! Áááá, úristen! Na, menjetek innen! Na,
Azaz, jó, most már itt lebegek a emberek fölött. Pajzsot le, ezt meg ki a fene mondta. Na hát és igen, akkor ez a... Ez lenne a nyerő taktika, hogy ide beállok, és ilyen kaszabolom a jó néped. De akkor kihalnak belőlem az egységek, és följön 200 ezer íjász, aki meg fél centiről pofán lő, ugye? Na, most jön az a szakasz. Na igen, és akkor én itt próbálkozhatok. Onnan a távolból kiszednek a rohadékok. Az is gázos, hogy az első körben az én egységeim kerülnek ki a falra, akik nem épp arról híresek, hogy túl erősek lennének, ugyanis nemrég új sereget kellett toboroznom, és még nem igazán mondhatni, hogy felfejlődtek. Találd már el, te rohadék. Ha, új jelenség, de jó. És ott nem megint áll 200 éjjelsz. Franc, ha. Headshot. Headshot. Nem headshot. Mi ez se headshot? Na, ez hogy ment át a fején? Ez meg el se talált senkit. Ha, megint jönnek föl íjászok. Ó, már megint fegyveresek, jó. Most viszik át ezt a falszakaszt. És akkor most jön az, hogy följön 200 számszer éjjász, és mindenkit megölnek. Na, ilyenkor. Nem tudom, mi a nyerője, úgyhogy menekülök. De azt hiszem, hogy el fognak kapni a számszer éjjász. Ó, hát itt még van egy egész kis csapatunk. Hát, hé, nem is tudtam. Megérkezett az utánpótlás, helyes. Itt elbújok. És szarra sem megyek, mert nincs nyilam. Úristen, egy csapásnyi életerőm van, úgyhogy inkább elbújok valahol, hogy... Több hasznot hozzak, mint amennyit ne. Ezt is jól megmondtam. Na most én itt szépen elbújok, ami nem túl hősies, de így nem tudom elrontani a csatát azzal, hogy meghalok, mert így talán megállítjuk őket. Igen, itt nagyon azt írja ki, hogy mi állunk jól. Sorra szedik le a számszerű ilyen szokat. Na, mi zajlik? Igen, a fal még az övék, de már ott mennek fel a többiek. Jó, itt még takarásba vagyok. Ah, visszafoglaltuk a falat?
Nagyon helyes. Jó van akkor most. Ah, oh, nyilak, 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 nyilak. Ahol ez gerej. Be franc. Wow. Ki vagy? Na és szabja. Hát nem hiszem, hogy el fogok találni valakit is. Ha. Sorban esnek le. Jó ég ember, mi van veled? Ah, nehéz szabja, nekem is mintha ilyen nem lenne. Mindegy, ehhez jár pajzs is, úgyhogy jó lesz majd. Ott fönn megint átvették a falat. Ah, én sokáig még nem is nagyon bírtam ezt a csatát. Azt is lehetségesnek találom, hogy esetleg véletlenül nyerhetünk, hogyha itt lent tudják a többiek tartani ezt a pontot, mert ez jó, hogy ott fönn csatáznak. Akkor a többiek leszedik őket innen lentről. Mi a franc? Nyertünk! Hát a beszarás! Az anyád! Ilyen még nem is volt. Ajha. Hát igen, de ők 400-an jöttek és csak 160-an estek el. Úristen, mennyi XP összegyűjt, itt be is bagosodott ez a szöveg. Jó. Nézzük csak. Vagir Ias. Képzett landzsás. Három szanszer Ias. Tártás, ez elit egységnek közelharcba is. Na, először is. Most mentek egyet nagyon gyorsan. És akkor most várakozunk. Kicsit belaggolt. Valami csata van. És elkergették őket. Jó, jó. Helyes. Akkor most toborzunk. Na, ezt tetszik. Megnyertük a csatát. Nagyon helyes. És akkor most ez a rész legyen kis rövid. Hát, a következő részig. Sziasztok!